A karcagi római katolikus templomban Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos által celebrált ünnepi szentmise keretében emlékezett meg a város pedagógusairól. Az egyházközség vezetői és a Györfi István katolikus általános iskola vezetősége hívta és várta erre az alkalomra az aktív és nyugdíjas pedagógusokat. Egy pap kollega mesélt annak idején arról, hogy a pedagógusokat hogyan szólította meg, és ez nagyon tetszett ez az ötlet, hogy valóban a működő pedagógusokért egy szentmisét ajánlott föl, ahol tehát hasonló módon, mint itt is egy kis vendéglátással fejeződik be, és úgy nagyon tetszett ez a gondolat, mert hogy a pedagógusoknak a megbecsülése azt szerintem nagyon fontos. Pontosan az együtt, hogy bizonyos szempontból úgy leértékelődik, vagy olyan mellékesnek, vagy jelentéktelennek minősítenék a munkájukat. Miközben azt mondom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, mert hogy ami az ember lelkében már kisgyerekként elindul, az megmarad bennünk egészen addig, amíg élünk. És hogy milyen lenyomatok lesznek egy-egy gyermekben jelen, meg a későbbiekben hogyan megyen tovább, ez attól függ, hogy milyen tanárok és pedagógusok tanítják őt. És tehát nagyon fontosnak gondolom azt, hogy megbecsüljük azokat a kollégákat, akik még a pályán maradtak. Mert hogy ugye ez egy ilyen nagy költői kérdés, hogy miért vannak még pedagógusok a pályán. És akkor eljutunk oda, hogy hát nem biztos, hogy csak a pénzért, mert akik csak a pénzt látják benne, azok már lehet, hogy elhagyták ezt a pályát, vagy más módon keresik a boldogulásukat. Tehát azt gondolom, hogy van valami olyan titok, valami olyan többlet egy pedagógusban, amit igenis önzetlenül és szeretettel szeretne továbbadni a jövő nemzedékének. Tehát még egyszer többször mondtam már itt ebben a kis riportban is, hogy fontos, hogy a pedagógusainkra felnézzük, és megadjuk nekik azt a tiszteletet és azt a méltóságot, ami a munkájukban rejtőzik. És hát ezt én jó gondolatnak tartottam is, hogy azóta is folytatjuk. Azzal együtt, hogy az elhunytakról is, hiszen ők is valamikor itt ebben a közösségben dolgoztak, jelen voltak, és hogy nem felejtjük őket. Pedagógus is ember, és hogy szükségünk van visszajelzése. És az, ami ilyen természetes módon megyen, nem erőltetve, talán még nagyobb értéket jelent, és még jobban hat ránk. És persze, hogy szükség van erre, és hogy egyfajta visszacsatolásra, mert hogy nem csak a mi neveljük a gyermekeinket, hanem a gyermekek is nevelik a pedagógust, és hogy ez visszahat, ez egy oda visszaható tevékenység. Miközben a technika fejlődik, és ki tudja, hogy mondjuk 20 év múlva, 30 év múlva mi lesz, hogy ezt mi nem tudjuk, mint amit talán, hogyha visszafelé nézünk, talán lehet, hogy mondjuk 30 évvel se képzelte egy pedagógus, hogy majd milyen oktatás lesz, vagy milyen eszközök állnak majd rendelkezésére. Aközben azt gondolom, hogy az ember ember. Tehát, hogy az embernek érzései vannak, az érzések azok meghatároznak bennünket, azokat nem lehet félretenni, és ugye az érzés az nem az agyról szól, hanem az inkább a szívről. És persze itt az újkori tudomány pontosan erre irányítja a figyelmet, hogy ha beszélünk, nagyon gyakran meg több helyről halljuk az érzelmi intelligencia, az összefüggésben van az értelmi képességünkkel. Tehát ez a kettő nem egymással szemben áll, hanem ez a kettő egymást nagyon is kiegészíti. Tehát akkor, amikor nevelésről beszélünk, az inkább a belső dolgokról szól, tehát nem a tudás, nem feltétlenül a tudás átadásáról, hanem a személyiségünkről. És ugye itt van, a pedagógus használja legjobban a személyiségét. Tehát, hogy személyek vagyunk. Na ez az, amíg ember az ember, addig mindig meg lesz. Az elhunyt tanárokról, igazgatókról, óvodapedagógusokról név szerint is megemlékezett Gulyás Zsolt.
Az ünnepi Szent Mise után a plébánia kertjében látta vendégül az egyházközség a pedagógusokat, ahol Sipos Antal fuvola játéka után Horváth Rémusz Miklós hitoktató, a karcagi római katolikus egyházközség világi elnöke köszönte meg a pedagógusoknak a város óvodás és iskolás gyermekeit nevelő oktató, tanítók munkáját. Akár életre szóló példaként, mintaként szolgálnak a legnagyobb tanár egyéniségek, akiknek hatása végigkíséri a felnövekvő fiatalokat életpályájukon. És itt nem csak az átadott tudásra gondolok, sőt, elsősorban nem arra, hanem az egyéniségre, az emberre, aki amellett, hogy tanít, nevel is. És nem feltétlenül szavakkal, hanem tettekkel, személyes példával. Éppen ezért tisztelt pedagógusok, a gyermeknevelés művészet. Ugyanúgy, mint egy kőből kibontani a benne lévő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát, igazi hivatás a jövőbe vetett hit egyik legnemesebb formája. Az évek során sokat változtak az elvárások, a szokások, a módszerek a pedagógiában. Egy valami azonban a szüntelen változásban állandó maradt. A tanító, a tanárember, a pedagógus személye. Éppen ezért nem véletlenül, hogy sohasem az oktatás rendszerét, hanem tanárainkat, a tanító embert őrizzük emlékezetünkben. És talán ez az, ami miatt a nevelők mindig fiatalok maradnak. Azt mondják, nincs még egy munka, ahol ennyi kudarc, ennyi a hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk. A parasztember, avagy modern megközelítésből a mezőgazdaságban beruházott tulajdonos a mag elvetése után néhány hónappal aratja le a gabonát. A pedagógus is magvető. Gyakran csak később érik be munkája gyümölcse. Ezt Kalkutai Szent Teréz így fogalmazta meg. Ha segítjük gyermekeinket annak lenniük, akinek ma lenniük kell, akkor, amikor a holnap elérkezik, amikor a holnap ma lesz, elegendő bátorságuk lesz, hogy több szeretettel megbírkozzanak vele. Tisztelt pedagógus társaim! Felemelő, szép hivatása miénk. Emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségeikkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján. Kísérve szeretetünkkel, nemes feladat.